Szevasztok! Igen, ez egy high-res játék ismét. Legutóbb az Epica Paladinshoz adott nekünk skineket. Most viszont a másik halott játékukhoz, a Rogue Companyhoz. Ja, nem, ilyet nem szabad mondani. Egy újabb szuper taktikál shooteréhez ad skineket, meg Battle Pass szintet. Szevaszásár, hello, üdv mindenkinek! Yeah! A zene jó, arra nem lehet panasz. Season 4. Bocsánat, toxikus voltam. Játszottam már ezzel a játékkal korábban, amikor az egyik kedves néző meglepett egy béta kulcssal. És akkor kipróbáltam. És amúgy nem tűnt rossznak. Csak szeretek toxikus lenni. Nem csinálunk tutoriált. Bár lehet, hogy egyébként illene. Megcsináljuk a tutoriált, mit szóltok? Átgondoltam. Legalább ti is megtudjátok, hogy ez milyen játék. Mert lehet, hogy nem néztétek, amikor én játszottam vele korábban. Ez egyébként egy ilyen taktikai third person shooter játék. Hát, olyasmi, mint hogyha... Valorantoznál third personba. Vagy Siege-eznél? Hát olyan Valorant és Siege meg Che Mix. Valami olyasmit képzeljetek el. Okay, jump out of the plane. Let's go! Nyugi, egyébként nem kell kiugrani a repülőben. Ez nem egy Battle Royale. You know how to use wingsuit, yes? That was fun. Now what? Ja, okay, igen! Miért Rogue Companyzunk most? Azért, srácok, mert az Epic, a Season 4-es Epic pakját adja a játékhoz, amiben van egy Switchblade, és van egy Scorch. Ez két operátor a játékban, és ezt adják ehhez az Epic pakhoz. Come on, get in there! Illetve adnak még egy outfitet is, továbbá Battle Pass XP-t is. Tehát egy kis valami, hogyha még nem kezdtétek volna el a játékot, vagy hogyha már elkezdtétek Epic-en. Nem tudom egyébként, hogy ez a játék on, más platformon elérhető-e, de akinek Epic-en megvan, hát az most egy kis előnyre tehet szert. Köszi szépen amúgy Hunter Alpha támogatásodat. Idő újra étköztünk imádon a harmadik hónapja. Eregjenek a szvegek, srácok! Jump on that wall! Okay! Now roll under the barrier! Now jump that last wall to finish! Okay! Now it's time to learn about punching. Nem rossz amúgy ez a játék. Quick melee attacks can be used with any weapon! Punch the dummy! Köszi szépen a pergetés, srácok! Take a sword! Take a sword! That one didn't stand a chance. Excellent! Very good! Now, very throw good. Your sword into the target. I'm sorry, throw a sword? Bizony. Think outside the box. Just throw... Look at you! Now try juggling swords. Maybe later. What's next? Teljesen elérhető, ott is a PS Plus, PS Plus ad egy csomó mindent hozzá. Komolyan? Ezt nem is tudtam. Mondjuk nem is annyira nézegetem, hogy a PS Plus-ban mik vannak. De ez tök jó info, köszi szépen amúgy Tarpan, hogy mondtad. Illetve Tasmán Ördög, neked is nagyon szépen köszönöm a harmadik hónapot. Itt újra, itt köztünk néked is. És neked is gratulál az újabb badge-ethez. Ergesétek srácok Hunter Elfnek és Tasmán Ördögéknek is szintúgy. Köszi, köszi. Föl kell mászni a zipline-ra. Okay, take the zipline. It looks fun, but you know, I'm not sure it's the best way to get ez a játék tutoriálja, srácok. You might look. You made it just fine and nobody even shot at you. Ott egy nokkos társ. No.
that? I was just... Megtanít minket revive-olni is a játék. Are you okay? Yeah, I feel like a brand new man. What did you do? Forget about it. Go to the firing range. Felrobbantotta magát. Okay, time to have some fun. Very impressive. Now light up those targets. Time to reload. What now? Now some far targets. Make sure to take your time and aim with your sights. Ó, misszálltunk okay, egyet. Swap to your other weapon. Oh, that's definitely faster than reloading. That's right. Na, hát itt elmondja nektek, hogy érdemes fegyvert váltani a reload helyett, mint ahogy a legtöbb shooter játékban. You can swap shoulders to prepare. Okay, back to normal. You can also use beings to mark nagyon hasznos dolog a third person játékoknál. You can ping an area twice to mark it as an enemy's location. Enemy spotted. Ez a kétszer pingelés egy kicsit fura. Elbis én mutatója szoktam a középső egérgombra nyomolni. It's time to learn to take cover. These turrets, if you aim while crouching, you can fire over cover. Easy target. Very good. Hide from the remaining turrets and then return fire. That was fun. When do I get to blow something up? How about now? Most gránátozni fogunk. All right. Those targets think they're safe. Show them who's the boss. Now get those next targets too. Hmm. I should Patt be able to bank kell. My grenade. Right. Lehet kakkolni is. If you hold a grenade too long, it will end bad. I love it. There are all sorts of grenades, and they all work best az én kezembe, és szerencsére itt nem halok meg. All right. Let's head on to the next station. Vicces lenne a tutoriálba meghalni. Every rogue is equipped with a unique piece of equipment. I brought something with me. Give me a target. Special ability. Let's see. Igen, ez kés tud dobni. Wow, that was a big boom. That was a big boom. Head down to the dropship. Congratulations! Welcome to the team! What happened to that appointment you had? What appointment? I don't remember saying anything about that. Anyway, first round is on you! What? Ah, fine. Dr. Disrespect map volt régebben a játékban, nem tudom, hogy most van-e. Ja, az rémlik, hogy volt valami olyasmi. Kaptam Skaducci Summer skint. Amúgy ez jól néz ki, dollárokkal van tele. Atlantic Ocean Camo. Rare Wingsuit. Season 4. Nem veszünk ilyet. Jó. Na. Elvileg most ezzel a pakkal, már én 6-os szintű vagyok, elvileg most kaptam, vagy kapnom kéne. Puskázok. Kapnom kéne 20 000 Battle Pass XP-t. Nem tudom, én nem kaptam meg. Nem kaptam meg, és megkaptam az operátort. Switchblade és Scorch. Haló? Miért nincs ez meg nekem, srácok? Switchblade, őt kellett volna, hogy megkapjam. És Scorchot. Ez egy átverés? Ez csak az új játékosoknak van? Battle Pass XP-t se kaptam, meg az operátorokat sem.
Jó, akkor az outfitet nézzük meg. Ja, mondjuk az meg pont Switchblade-hez van. Azt megkaptam legalább? Hát, itt nincs az. Inferno Imp Switchblade, nincs itt. Oké, hát akkor újraindítom srácok a játékot. Hát, ha akkor oda kerül. Megnézem az e-mailt, amit kaptam az Epic-től. Az Epic azt mondja, hogy begyűjtöttem a Rogue Company Season 4 Epic pakkot. Igen. Ti már kaptátok egyébként, srácok, vagy nem nagyon Rogue Company-ztok, mi? Robi így névről nem emlékszem a Bright Memory Infinite-re, viszont felírom magamnak, és rá fogok nézni. Szevasztok, szevasztok, üdv mindenkinek. Na, újraindítom a játékot, hát ha most beadja a season 4-es bundle-t, season 4-es pakkot. Novemberben csütörtökönként, esténként is van stream, srácok, hogy megnézzük az Epic ingyenes mókát. Ez az. Bundle unlocked. Ott is van. Ott is van. Ez a Switchblade. Rogue, ami nem operátor. Szóval Rogue. Illetve a Scorch. Illetve ez a skin. Jól van, megjött. Kicsit megijedtem. És 20.000 XP az is megjött, nagyon jó. Rare border, account boost, benyomjuk ezeket. Rare title, wingspawn avatar. Mi van még itt? Ez mind az enyém? Még egy wingsuit, egy emote, perfecto! Avatar, account boost, Onyx skin, hát ez nem olyan menő, mint amit nyitottam az előbb. Jól néz ki ez az outfit, basszus. Jó. Nem tudom, most így megvan a Battle Pass? Szerintem nincs meg. Nincs meg a Battle Pass, a prémiummal kapom meg ezeket. Most csak a freeket kapom meg, hogyha minden igaz. Szia, hát ilyen későn, ilyen sose volt még. Képzeld, mókás, novemberben csütörtökönként este 6 órától nézem meg az Epic ingyen játékokat. 5 órakor kiadják az új játékokat, én meg 6-kor rárepülök, és van egy órás szünetem. Képzeld el, nagyon durva. Ugye? Szevasztok, szevasztok, skacok. Na, hát begyűjtöttük az új cuccokat. Itt van, látjátok? Switchblade. Ő már az enyém. És itt van hozzá ez a skin. Hát itt nem animált, de higgyétek el. Higgyétek el. Akkor mi lesz holnap? Ú, mókás. Tudod, mi lesz holnap? Nagyon durva. 9 órától Battlefield ezek, déltől pedig tudod, mi lesz? Elden Ring. Closed Beta. PS5-ra. Nagyon komoly. Hogy ne raknám rá, srácok, a dolláros skinemet? Mindenre rá kell rakni külön? Aj. Aj. Mindegy, srácok. A másik karakter pedig a Scorch. Mutass valamit, Scorch. Nem mutat semmit. Megrázta a fejét, meg jó a haja. Jól van.
ezek azok az új dolgok, amiket kaptunk a játékba, és megyünk egy meccset, mit szóltok? Megyünk egy ilyen vantidosat, 4v4, ami lehet Team Deathmatch, extraktálás, Team Sniper, Dodgeball és King of the Hill, illetve Strikeout. Nem tudom, hogy mik ezek a módok. Nem mondom őszintén nektek, hogy nem emlékszem, hogy mik ezek a módok. Jó, hát egy Team Deathmatch sem nem kell sokat magyarázni. De megnézzük, srácok, ezt az új game módot. Ezt biztos nem játszottam. Viszont előtte meg szeretném nézni a beállításokat, mert nekem itt valami nagyon gyanús. Valami nekem itt, igen. Ez itt nekem nagyon gyanús volt. Bár valószínűleg így se fog sokkal többet zabálni ez a játék, mert nem olyan grafika igényes. Bullshit, az nem kell nekünk. 3D füles? Adjad a 3D-s hangokat. Érzitek? Ez már egy 3D-s hang, srácok. Jó. Keybindok, nem érdekelnek. Quickpass, Social, oké. D&D mód, azt benyomjuk. Így van, tökéletes. Mehet a játék. Nézzük, hogy mennyien játszanak a játékkal. Milyen gyorsan hív be ez az új mód már, ha ez érdekli az embereket. Hát ez tök királymókás, várlak sok szeretettel holnap is. A kockaszámok egy kis ideig látszódni fognak ott a bal felső sarokba. Így az első pár percben. Az esti PUBG este... Jó, szóval a PUBG este az nagyon jó volt múltkor. Egyértelműen az új rógot választjuk ki. Nem tudjuk, hogy mit tud, szóval majd izélünk, hogy úristen, ez mit tud? Anarchia jele. Nekik szkorcsuk van, meg van Switchblade-jük is. Mit jelentenek azok a számok ott a nevek alatt? Igen, ez ilyen rohadt menő. Így vezeti fel, srácok. Hát milyen menő már így menni harcolni? Ez tetszett amúgy, annó is. Tettünk két fegyvert, legalább előjük az enemit. Ez milyen mód? Nem figyeltem. Itt már megy a nagy piu-piu. Jó. Na mi van? Jó, hát pingáljél még többen. Kettő nokkos. Mi lesz, Steam? Értem. Értem, tehát, hogy ezt inkább fel kellett volna szedni. A fene vinni el. A fene!
fene vinni el, srácok? Fene vinni el. Rárepültél a gyűjtőire a sisakkal, de sajnál pillanat alatt elfogyott. Ó, basszus. A PUBG-s múltam miatt imádom ezt a third personalizásit. Basszus! Hát, de ostoba voltam, azt hittem itt a társam, mondjuk ő meghalt. A fene vinnél. Ó, srácok, noob voltam. Hú, de furák a hangok, ez a 3D-s hang miatt van? Visszakapcsoljuk a bolsetet? Kicsit akadozik a srác. Uha. Mindenki meghalt. Le kell írni neki GG. Good job, bro! Good job! Nem lehet csetelni? Nem. Ez egy jó játék, hogyha nem lehet csetelni. Milyen szuper száj... Micsoda emote van benne? Ezért fizettek? Licenszel? Oda néz. Oda néz. Thomas MC, hogy nyomja? Hogy esnek a playerek. Jaja, csütörtökönként este is nyomom, srácok. Nincs ezen, nincs valami sniper, skacok. Ott van, álltom a izé. Go here. Basszus. Valamiért azt hittem, hogy vannak mögöttem, de nincsenek. Aj, noob voltam. Nem is ezt a játékot, ez valami Battle Royale? Nem. Ez egy taktikai játék, taktikai shooter játék, mint egy Siege, vagy egy... Valika. Valika third personba. Objective based játék. Live drain, azt kéne nekem, azt... Ezt ki akarom rakni, ezt a live drain-t. Ezt hamarabb is kirakhattam volna. Mi lesz, Lego? Ez meg van, hogy másik szájton vannak? Édes Istenem. Hát én meg beleálltam itt a robbanásba.
Hát ő ügyes. Ő nem most kezdte. Valikát nem ismered? Valorant. Becses neve. Szóval az egy játék, nem, nem Valika. A sarki CBA-ból. Na jó, most, most lesz a comeback. Most elő, az előbb ekóztunk, most már jók leszünk. Most már jók leszünk. Veszünk egy flashbanget. Group up? Ja, jó. Akkor jó. Ha a group up-olni kell, oké. Okay. Digitenna, adj izé! Rogue campan is vagy? Ó, most mi vagyunk azok, akiknek ültetnie kell. Na, ledarálják őket? Á, nem. Kéne használni amúgy a felszerelést is, nem csak a fegyvert. Ez nem, nem hangzik jól, srácok, vagy matchpoint. Van benne vagy 100 órám? Hopp, Párizsi. De neked nincs Hellboy skin-ed, mi? Gyűjtsétek be, srácok, a Hellboy skin. Meg a sok ezer XP-t a Battle Pass-hoz. Jó, hát ugye meghalok. Hát ez, ez mi a fene volt? Mi volt ez? Ilyen aknák is vannak, vagy mi ez? Hát ez gyors volt. Ez gyors volt. Na de legalább 5 enemy downoltam. Azt hiszem, srácok, hogy az a jel ott a rógoknak a profilja vagy avatárja alján, az azt mutatta, hogy hanyas masterim vannak. Első vagyok eliminációba, revive-ba, meg down-ba, meg második. De mit csinál a team? Mit csinál a team? Vagy mit kell ilyenkor mondani itt a csapatjátékokban? Ja, én most azért nyomom ezekkel, Rizsi, mert ezek az újak. Mármint, hogy amiket ad a Epic ingyen. Ezt kell mondani, egy szara csapat? Úgy jól fut a játék, nem kellene ide kockaszámok. Van róla egy mondás a Valikáról? Ú, ne, lehet nem akarom tudni. Nem, nem, ezt lehet most begyűjteni, Rizsi. Ez az ingyenes, az egyik ingyenes dolog az Epic-től. Battle Pass XP, két rogue, meg egy skin az egyik roguehoz, amit adnak. A Switchblade-hez. A Hellboy skin. Ez a mód amúgy tetszik. Ez melyik mód volt? Ez a Venti, de az előző az mi lehetett?
Wanted, akarom mondani. Húha. Nem merte. Nézzünk egy másik mód. De jó ez a Wanted. Ott egy Team Deathmatch. Ranked Demolition. Ebbe is kaphatunk Strikeoutot. Akkor ez nem a Wanted. Akkor nem lehet tudni, hogy milyen módot kapunk. Ahol azt tudtam, hogy hogy Fortiba, ha pörgetik nagyon a kódod, akkor kapod az early betekintéseket. Ja, nekem nincs kódom. Én megszüntettem az Epic kreatorkodást. Nekem nem tetszettek az elvárások az Epic-től, úgyhogy az már nincs. Na, összerakja a csapatot. Itt van KJ Games. Aha. King of the Hill. Na, én most őt akarom hozni. Let's get it. Végre! Szerintem nincsenek új játékosok ebbe a játékba. Hát hogy kaphatok egy Mastery 9-eset meg egy 5-öset? Na, ez a King of the Hill lesz. Ez a King of the Hill mód. Kíváncsi vagyok, hogy itt mit jelent. Ezek a srácok a háttérben, meg azt hittem, hogy valami stream úgy maradt. Nincsenek, meg néha dob Nintendo Switch-eseket, meg crossplay-es, meg bot lobbikat is csinál, hál' Istennek. They got no chance against us. Hey, you looking sharp. I can work with this. Erre nincs skinem, srácok. Nincs skinem, sajnos. Control the hell to gain points. Na, ott van a King of the Hill. Ő sniperrel nyomja, hagyjuk már. Mit tud amúgy ennek a karakternek a képessége? Pedig lovas van. De mit csinál a társam, ugye? Ja, hogy itt respawn van. Hát akkor meg pláne mit csinál a társam. Hajrá! Crossplay. Hát ők jobbak. Kéne valamit venni. Ez a fegyver nem tetszik. A fegyver a hibás. Meg a csapattársak. Azt kell mondani? Az előző fegyvert jobban tudtam tartani. Hát ennek nem sok értelme volt. Meg még nem is érzem a recoilt. Basszus, noob vagyok.
now moving in 10 seconds. Jesus! Amúgy tényleg nem tetszik ez az SMG. Meg az se, hogy sokkal tapasztaltabb játékosok ellen nyomom. Hát az helyzet, ők objektívre játszanak, amit nekünk is kéne. Azt arat. Meg fogunk halni. Fel se akarnak szabni. Basszus. Hallani akarom, hogy mit mondanak a többiek. Surrender! Mikor lesz már Genshin Switch-re is? Ja, ezt nem vágom, Zoli. Amúgy én most megszívtam, hogy ezzel az operátorral vagyok egyébként, hogy így nem tudok AR-re váltani, meg SMG-re. Ez meg ilyen tüzes izével. Ennek shotja van, aha. Meg valami SMG-t láttam itt. De most nem tudom megmutatni. Keres itt egy sniper. Szóval lehetett volna venni? El fogom veszteni vajon ezt a fegyvert? Valószínűleg igen. Végre megvan az R6 helyett a main game. El kell venni másoktól a... Zárt.
szihereni. Hill moving in 30 seconds. Hill contested. Nek mit tud a képessége, srácok? Jaj, hogy ezzel nem én? Jézusom, kettőt is nappal. Hát igen, hozzá kell szokni, Omnius. Ettől függetlenül még rossz ez a... rossz ez a... fegyver, legalábbis nekem nem tetszik. Knokkoltam egy csomót. Az a gond, fel fogják szedni mindet. Pedig milyen jól mentünk, srácok. Gyújtós gránát. Attól megszívtam. Tűzgolyókat... Akkor ez rohadt menő. Még tárazom. Aha, ez a shoti még amúgy jó lehet. A shoti amúgy még jó lehet. De hogy így... What? Ja, lesznájpoltak. Jó van. Jó, hát amúgy megadom magam. Mi a helyzet, Remi? Ez egy balanszolt játék. Viszont ez amúgy jobban tetszett. Ha! Pisztolyjal 21 dam. Na jó, megyünk még egyet. Ezt nem lehet itt abba hagyni. Ezt nem lehet itt abba hagyni. Négy V3. Megyünk még egyet, csak most nézek valami olyan karaktert, ami így érdekel is. Sanyi? Revivalni tud. Aha, trench. Barbájaros gránát. Igen, ezt néztük. Ronin. Aha. Nem látja a radar. Dima. Cluster gránát. Revealeli a legközelebbi enemit. Kánon az nincs meg nekünk, barikád. Jó, hát akkor nyomunk Dallas-t, mit szóltak? Végre rácsapjuk a skint. Nem tudom, hogy lehet a... Ja, lehet, jól van. Zsír.
Az összes DMR-re is rárakjuk. Az összes LMG-re is. Az összes shotgun-ra. Skines legyen srácok, hát egyébként hogy fogunk nyerni? Persze, sniperekre is. Ja, amúgy azt nem is néztem meg, hogy Dallasnak milyen fegyója van. Az mondjuk fontos. Na jó, hát ezekre nincsen skin. Riptide, AMR, DR. A legtöbb az lockolva van. Buddy damage 47, adjad. Kösz szépen. Most ezt hogy kell? Jó, átrakta. Na, ezzel akarom nyomni. Ez jó lesz. Dallas. Na, megyünk egy utolsót, srácok. Bam, bam. Konzolosokat kaptam valószínűleg? Ki kell kapcsolni azt a hülye crossplay-t? Lehet? Crossplay. Nem akarok crossplay-seket. Ja? Az itt le van szarva, ahogy látom. Át kell menni amerikai régióra. Egy gyors imótot. Oda néz. Mexikó! Amúgy nézhetünk volna más pályákat is, bocsánat. Mexikó. Na mi van? Dallas, instapik. Who's the mark? És csettinteni akar amúgy Dallas. Az enemibe is van Dallas. Kronosz begyűjtötte. Kronosz begyűjtötte az epikes pakot. Ti is gyűjtsétek be, srácok, még akkor is, hogyha nem játszotok vele. Ingyen van. Ha van epic accountotok, akkor ez ingyen van. Na, adjad ide. Jó, mindenkit szétkapunk. 8 lövető. Az mondjuk pont. Mi ez a mód? Nem fogjuk tudni, hogy mi ez a mód. Mi? Capture the objective. Hát ilyet csináltunk. Azt hiszem, túlvállaltam magam. Ó, ez mondjuk gáz volt. Here and help.
Buddy, you are so slow. Hagyom, nyomom. Hát most... Spawn kill. Undorító. Undorító a jántem. Ez ide kevés volt. Ez ide kevés volt. Oda néz. Na ez egy jobb csapat, srácok. Ez egy jobb csapat. Ennyi volt? Meg is nyertük? Csókolom, vége? Ez milyen meccs volt amúgy? Nem figyeltem. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Azért Jánter osztotta itt a damokat. Azért, hát igen. Első eliminációba, downokba, damage dealtekbe, az helyzet, így kell abbahagyni ezt a játékot. Így kell abbahagyni. Ennyi, srácok. Kimaxoltak ezt a Rogue Company-t. Na, aki esetleg lemaradt volna, hogy miért pergetjük ezt a játékot, hiszen nem is ezt adja ingyen az Epic. Meg ez amúgy is ingyenes. Srácok, a Rogue Company-hoz most 2 karaktert adnak, Battle Pass XP-t. Battle Pass XP-t, tehát hogy 10-es lett alapból. Feloldottuk Switchblade-et és a hozzátartozó Inferno Imp skint, illetve Scorch-ot is. Úgyhogy ezeket adja most az Epic. Azért néztünk bele a játékba. Meg egy kicsit nosztalgiáztunk. Jó ez a játék. Jó cucc. Csak viccelődtem az elején. Nyugi.